kocsmárosné, de savanyú a bóra. Olyan, mint a nagykászoni vadalma, kocsmárosné, cukrozza meg savanyú borá, de még az éjjel elszeretem a lányát. Kocsmárosné, cukrozza meg savanyú borá, még az éjjel elszeretem a lányát. De bíró, bíró, ha be tudtál sorozni, de mit nem tudtál Szilajcsikót nevelni? De Szilajcsikót se jaj, reja illőszer számot, a babámra ne tartson senki számot. S csárda előtt van a babám tanyája, még ma este felugratok hezzája. Csárda előtt se jaj, kötöm meg a lovamot, még az éjjel kimulatom magamot. Csárda előtt se jaj, kötöm meg a lovamot, még az éjjel kimulatom magamot. Az az alcíme, hogy Magyar Népdal és Nótagyűjtemény, 400 oldal terjedelmű, elegáns kivitelezésű, tehát könyvként, műtárgyként is szép példány, és ami benne van, az pedig mindannyiunk szerint nem hagyhat hidegen bennünket. Ez a második és bővített kiadása. A szerző Sebestyén Péter dalos csíki jókedvvel ajánlja az előszóban, és nem léphetünk át azon a szokványos lépésen, hogy Sebestyén Péterről is ejtsünk néhány szót, aki itt kettős minőségben van, ugyanis gyűjtője is ezeknek a daloknak, nótáknak, illetve az ismerője is, tehát szerző is és adatközlő is. Ismeretségünk azzal kezdődött, hogy egy székelyudvarhelyi könyvkiadó egyházzal, vallással és főleg hittel kapcsolatos könyveit adta ki a 90-es években, ezeknek egyikét szerkesztve kötöttünk ismeretséget, viszont azt is el kell mondanom, hogy ő felcsiki származású, ne hagyják ki semmiképpen ennek a könyvnek a bevezetőjét. Én tudom, hogy egy ilyen vastag könyvnél az olvasók szeretnek spórolni, a tartalmat nem kell elolvasni, de átugorják a bevezetőt, hiszen olyan gondolatok vannak benne, amelyek a Sebestyén Péter lelki életére nagyon jellemzőek, felcsíkiségére is, arra a környezetre, ahonnan ő származik, amelyhez ragaszkodik, annak ellenére, hogy Székelyudvarhelyen se nem született, itt a Habenstrom villába se nem lakott, nem is készül ide telepedni, mert Isten szolgájaként különböző állomásokon, különböző vidékeken élt ő eddig. És az életének egyik szerintem fontos mozzanata, hogy az emberekhez való szólásban egy nagy lehetőséget kapott akkor, amikor rádió műsorokba hívták meg. Ezeknek a rádió műsoros anyagainak egy részét aztán kötetekbe is szerkesztette, és aki a peterpater.com honlapot megnézi, az bővebben is tájékozódhat. De hát ennyit el kellett mondani ahhoz, hogy az igazi órai hangulatot megteremtsük, és még egy gondolat Sebestyén Pétertől, ugyancsak a könyvnek a bevezetőjéből azt írja, hogy kihol született és felnőtt, annak a településnek, vidéknek nyelvjárását, dalkincsét magába zárva őrzi. És kérdezem akkor, ugyancsak szokványos kérdés, de ezen se léphetünk át. Honnan pattant ki az a gondolat, honnan jött az ötlet, hogy ezekből az általa ismert énekekből, dalokból könyv készüljön, és miért ez lett a címe, hogy kiskertembe rozmaringot ültettem? A gondolat az még annak idején az első kötet szerkesztésekor, összeállításakor már szeget ütött, hiszen édesanyám akkor már halott volt, édesapám azelőtt 10 évvel már elhunyt, és annyi szép éneket tanítottak nekünk otthon a családban évtizedek alatt, hogy így is sokat a sírba vittek.
És ezért, mikor Marosvásárhelyre kerültem Erdőszentgyörgy után, édesanyám halála után is, váltanom is kellett, és jól is jött ez nekem, akkor egy kis vonalas füzet felső sarkába gondoltam, hogy amilyen énekekre emlékszem azok közül, amiket tanultam tőlük, egy-egy sort, egy-egy kezdő sort azzal a betűvel jegyezzek le. És az első kötet valójában így jött össze 2008-ban, és akkor ezt a címet találtam nagyon szimbolikusnak, mély értelműnek. Ez az Este-este de szerelmes egy-este második szakasza. És nagyon-nagyon romantikus, nagyon szívhez szóló. Van benne egy kicsi buskomorság is, van benne a gyötrődés, van benne szerelem, van benne reménység, és ott van a magyar ember lelke, a rozmaring, ami magyar gyógynövénynek is számít szinte. Úgyhogy amellett döntöttem, hogy összefoglalja így azokat a népdalokat, vagy népies műdalokat, amiket majd összegyűjtök, és így alakult ki. Most akkor egyelőre ennyi. Most úgy érzem, hogy elkövettem egy mulasztást, hoztam egy szemüveget, mert már lassan a karom nem elég hosszú, de a hegedűt is kellett volna hozni, hogyha tudom, hogy ilyen népes zenész társaság áll majd Péter Páter az mögött. Engem is meglepett. Ugyanis ilyen könyvbemutatón még nem volt részem, ahol a vonó és a húrok is az én feladatkörömbe utalhatóak lettek volna, hát ez most kimaradt. De hogy a daloknál maradjunk, és nehogy eltávolodnánk valami más irányába. A könyvnek az alcímében, mint utaltam, úgy fogalmaztál, hogy magyar népdal és nótagyűjtemény, tudjuk, hogy az két külön kategória, most nem a szerzőt idézem, hanem saját gondolatomat, hogy ezt a két műfajt nem szokás összevegyíteni, vagyis, hogy az eredeti, a nép által létrehozott és továbbadott dalkincset az érzelmekkel teli, vagy ha úgy tetszik, sziruposabb idézőjelbe mondva, műalkotásokkal egy lapon emlegetni. Viszont azt is meg kell jegyeznem, hogy amikor egy mulatságban énekelni kezdenek, jó kedvtől eltelve, általában nem csupán a népi alkotásokat veszik sorra. Mert hát énekelünk mindenfélét, ami éppen a szájunkra jön, vagy hogy kinek mi a kedvence, milyen hozzáfűzni valód van ehhez a két műfajt illetően. Sok lenne, csak ahhoz nincs időnk. Azért válogattam egybe népdalokat és műdalokat, mert egytőről fakadnak. Ezt már Kodályék egyébként ezt a vitát lezárták, azóta sokféle fellángolása volt, egyébként manapság is külön mozgalmak vannak, amik csak autentikus népdal, csak városban felnövekvő, de falusi származásúaknak való, kicsit világzene felé elmenő stílusok. Mindenképpen úgy kell elképzelni a népdal és a műdal kapcsolatát, mint a káposztának a leveleit. Rétegek. A legbelsőbb mag, a lényeg, az eszencia, az a nép lelkéből, ami született, csak évszázadokig nem írták le, és lassan közszájon forgott, és ez szó szerint évszázadokig, mert az 1500-as évektől vannak jelzések. Nos, hát így szokták megállapítani, hogy aminek van ismerős szerzője, az műdal, ami nem az, ami a nép ajkán. Na most szakmailag nyilván tovább mennek a szakemberek, és figyelik a díszítéseket, a külső idegen hatásokat, ami elüt a pentatón ereszkedő magyar hangzástól, ami már világiasabb, vagy éppen egyházias, vagy könnyűzenésebb, vagy slágeresebb, vagy operettesebb, vagy egy cigányzenésebb, ezeken lehet vitázni. És ugyanígy, ahogy a káposzta levelei egymást borítják, ugyanígy a népdalok is, ahogy az évszázadok teltek a magyar történelemmel, különféle hatások érték, és mindegyik hatás, kulturális, történelmi hatás rányomta bélyegét a zenére is. Ezért aztán ez addig fajult, hogy Kodályék, Bartókék már a múlt század elején megelégelték, és igyekeztek visszamenni még
a falusi egyszerű emberek énekére, amik azért az egyházon keresztül is még egy kicsit könnyebben hasonlítottak arra, ami a magyar nép lelkéből született, mint amit a cigányzenészek vagy az operettek a városi zene képviselt. És ezért indultak el a gyűjtő útjukra a Kárpát-medencébe, és most ott tartanak a szakemberek, hogy kb. 200 ezer lejegyzett dallam van, majdnem ennyi szöveg, és a népdalok most már különféle tematika szerint csoportosulnak, ebbe most nem megyek bele. A lényeg az volt, hogy számomra, magam számára is így kiderítsem, hogy azok közül, az énekek közül, amiket ismerek, azok közül hány igazi, értékes népdal. Ezért, amikor ezt a kötetet összeállítottuk, nagy kérés, sok kérés volt, hogy kottásítsuk is meg, hiszen sokan szeretnék tanítani, gyerekeiket is, vagy tanárok, tanítók is használni. Akkor megkértem két egyetemi tanárt Marosvásárhelyen, hogy nézzenek utána. És azt kértem, hogy nem menjünk bele részletesebben szakmailag, és a kottázásnál is jelölve ezt a tipikus tudományos kottát, csak ezt vizsgálják meg. És ezért nem adták a nevüket érthető módon oda elől a főcím alá, de a kérésemet teljesítették barátságból, és tisztázták, hogy mi népdal, mi műdal. Tehát a népdal azok az eredeti mag. Ami műdal, népies műdal, népdalra épülő műdal, sokféle variációban, sok meglepetés volt egyébként, de a 327 dalból kiderült, amiket tudok kívülről, hogy 182 népdal és 121 népies műdal van. Ebben nóta is, csárdás is, hallgató is. És 23 népdal alapú műdal. Azt is meg el kell mondanom, hogy éppen a kötetnek a fokossága miatt nem kerülhetett bele nagyon sok, még amiket ismerek, a cigánydaloktól kezdve a háborús irredenta, meg mindenféle névvel illetette ilyen nemzeti kesergőknek, de ugyanígy menet közben is még tanulgattam, amikben el vagyok biztos most sem, és akkor azok nem kerültek bele. Persze, hogy ezeket is állandóan gyakorolni kell, mert hanem az ember felejti. Ezért tartom fontosnak, hogy egy alkalmat kerítsek ma este is, hogy együtt is énekeljünk. Nem fogunk keresztbe tenni ennek a szándéknak. Tehát, hogy a műfajnál maradjunk, tehát összegzésképpen szépen elhangzott az utalás, hogy a népdal, népzene és a műzene egyformán a zenei örökségünkhöz tartozik, a zenei tudásunknak a része, és mi olyan környezetben nőttünk föl, egész Székelyföldön, hogy sose kerültünk olyan helyzetbe, állapotba, egyik a másikat el akarja nyomni, vagy egyik a másik ellenébe lett volna. Ezek párhuzamosan a maguk helyén mindegyik betölti azt a funkciót, hiszen arról ugye még csak nem is esett szó, hogy miért mindegy, hogy műzenei vagy népzenei eredetű egy dal, egy nóta, mert amikor énekeljük, akkor az a célja, hogy vagy kifejezzük azt az érzést, ami bennünk eluralkodott, vagy pedig épp más valakire szeretnénk egy ilyen hatással lenni. Most ne emlegessük, hogy általában a legények célozták meg a lányok hangulatát ilyen szempontból. Most nem a... Ezt viszont annyiba kiegészíteném, hogy annyiban csak nem mindegy, hogy azért a népdal minél mélyebbre ásunk, annál tisztább a gyökér, tisztább a forrás. Tehát érdemes visszamenni, nyilván nem leértékelni a felszínt, csak legalább a helyén tudjunk kezelni, hogy mi az, ami tiszta forrás, mi az, amire rárakódott. Persze, ha az ember olyan hangulatban van, és olyan állapotban, lelki állapotban, akkor azoknak is ugyanúgy megvan a helyük, a maga helyük. Még annyit hozzátennék, hogy ez az emlegetett 200 ezer, tehát több mint 200 ezer lejegyzett magyar népdal, ez lehet, hogy nem tűnik olyan soknak, viszont ha azt mondjuk, hogy az egész német nyelvterületen csupán 3000 olyan dalt tudtak összegyűjteni, ami népi eredetű, akkor egyrészt azt jelenti, hogy mi ilyen szempontból valószínűleg gazdagabbak vagyunk, másrészt pedig talán egyik oka az is lehet, hogy
ők elkéstek a megörökítéssel, a rögzítéssel, tehát az ilyenszerű könyveknek az összeállítása nem kezdődött el idejében. Most nem a szerzőt idézem, hanem egy olyan szöveget, amit Simó Márton valószínűleg ezzel a könyvvel kapcsolatban az Élőszékelyföld munkacsoport honlapjára föltesz, ugye ez itt a reklám helye www.esm.ro. Hogy nem kellene ez alkalommal a népköltészet ihlető erejére bővebben kitérnünk ahhoz, hogy a nótákat, műdalokat miért nem érezzük teljesen idegennek, így hát nem nehéz felfogni, miért nem hagyta ki Sebestyén Péter ebből a gyűjteményből. Nem mondanám, hogy éppen népszerűsíti azokat, mármint a műdalokat, ellenkezőleg. Helyre teszi a dolgokat, mert a műdal megjelöléssel közli. Így a sok esetben nem műdalként ismert alkotásról éppen a Sebestyén Péter könyve által derül ki a műköltői eredet. A Csitári hegyek alatt címűt ugye mindenki népdalként ismeri. Hát az akkor szép a magyar lány, a juhásznak jól megy dolga címűekkel, mi a helyzet? Az a szép kezdetű is, műdal bizony, még akkor is, ha a románok szemében a magyarság ezzel a dallal jellemezhető. A Csipkafa bimbója, az amikor én legény voltam kezdetűek, a kiadványokban, sőt tankönyvekben is népdalként szerepelnek. Ebben a könyvben tucatjával találunk hasonló, meglepő példákat, és ahogy lapoztam a könyvet, néhánynak a kezdősorát ki is írtam, meg fognak lepődni önök bizonyára, hiszen nem bírunk egy Kodály vagy egy Bartók szintű népzene ismerettel. A Befogom a lovam című dalról van szó, Csend van a faluban, illetve Debrecenbe kéne menni, illetve Egy asszonynak kilenc a leánya, vagy a katonadalok között ellőtték a jobb karomat, de folyik a piros vérem, Este van már késő este, Édesanyám, kedvesanyám, csak az a kérésem, illetve Ezért a legényért nem adnék egy hagymát, és így lehetne folytatni. Hallhatnánk egyet esetleg ezek közül, vagy kettőt most? Vagy hagyjuk későbbre? Hallhatnánk, de még hagyj egyezzek még érdekességeket, hogy stófoljam a jelenlévőket. Én is megdöbbentem a szakemberek segítségén, amilyen felismerések születtek ezáltal bennem is, hogy például, aki szép lányt akar venni, az mazurka hatás. Ugye? Lengyel. Fekete tyúk mind megette a megyet, amivel úgy oda vannak a csángó testvérek, vissza. Gyimesi dalnak ismerjük, népdalnak. Nem, az Tinódi Lantos Sebestyének a gyűjtése. Vagy olyan édes jó Istenem, azt tudjuk Bartók Béla népdal alapú költeménye. Vagy Ettem szőlőt, az egy szlovák népdal. Vagy a Tolfosztóban voltam az este, az még a századforduló műdal volt, aztán népdalosodott. Vagy a nem jó minden este fonóba eljárni, az Dankó Pistának az alkotása. Pósa Lajos költő versét zenésítette meg. Na, de akkor maradjunk annál, hogy sok beszéd után egyet énekeljünk. Legfőbb ideje. Csíkszeredában, amikor segédlelkész voltam, egy nagyon kedves és akkor híres népdalénekes élt és működött, Fazakas Pista. Isten nyugtassa. Az édesanyja első péntekesen volt, tehát láttam, hogy kitől örökölte. Lemezekről ismerjük, biztos én is akkor kezdtem személyesen, ugye találkoztam vele, a lemezek is voltak. És Fazakas Istvánnak néhány csíki, vagy csíkban gyakrabban elhangzó dalát, népdalát énekelném most el. Titkor tartottam egy a svét, melyen rózsám hezzád járék. Ihaja, de tyuhaja. Irigyeim irigyelték, az esvényt elkerítették. Ihaja, de tyuhaja. Irigyeim irigyelték, az esvényt elkerítették. Ihaja, de tyuhaja. Sem deszkával, sem karóval, hanem rágalmazó szóval.
Ihaja, de tyuhaja. Addig rózsám el nem vesz le, de míg a tóban halak lesznek. Ihaja, de tyuhaja. De ott halak mindig lesznek, így hát rózsám el nem veszlek. Ihaja, de tyuhaja. De ott halak mindig lesznek, így hát rózsám el nem veszlek. Ihaja, de tyuhaja. Hogy elhangzott, hogy számszerűen ez a gyűjtemény hány éneket tartalmaz, mennyire érzed ezt sajátosan Felcsíki dallamkincsnek? Hiszen te szolgáltál már Székelyföld több vidékén, és akkor lehetőséged volt összemérni, hogy a te dalkincsed ott azon a életed több állomásán mennyire volt ismerős például? Máshonnan indulok, ki fogok lyukadni a válaszra. Reméltem. A szüleimtől örökölt, kapott, hallott népdalkincs, ahogy az évek teltek, és én felnőttem, és a papi szolgálatban is több évtizedet eltöltöttem, gyarapodtak még népdalokkal. Nagyon sokkal. Időközben kiderültek olyasmik, amikről én addig nem tudtam, nem gondoltam. De olyasmik is derültek ki, amik megerősítették a meggyőződésemet, konkrétan, hogy bizonyos énekeket, népdalokat csak otthon, vagy a szűkebb környezetemben énekeltem, énekeltünk, és énekelünk ma is. Ehhez még hozzájön az a felismerés, amit táncházas, meg fiatal zenekarok felvételei, előadásai erősítettek, meg most már YouTube-on is lehet hallgatni, hogy valahol ilyen saját magunk köldöknéző szűk szeletét énekeljük, használjuk, zenéljük, táncoljuk, még az együtteseket is belevehetem itt Székelyföldön, miközben egy csomó ének kihal, vagy egyáltalán nem él. És azért tartottam fontosnak, hogy egy kicsit nagyobb szinten ismerítsek ezekből az énekekből. Természetesen a hangsúly az volt, hogy azokat megörökítsem, vagy továbbadjam ezáltal, amelyeket elsősorban ott Csíkban éneklünk. Nem mondom azt, hogy azok mind csíki énekek, mert kiderül, hogy nem. Meg az is kiderült a tanulmányaimból, meg a tapasztalatomból, hogy nagyon könnyen változnak a szövegek, meg a dallamvariációk vidékenként, miközben ugyanarról a népdalról van szó. Mégis, akár egy szöveg, akár annak a népdalnak a hangulata csak helyhez köthető előbb-utóbb, ha ezeket a rétegeket lehántjuk, és akkor kiderül, hogy már a neve árulkodik, hogy Menasági torony, vagy repülj madár, repülj még inkább, ezt nem énekelik sehol, repülj madár, repülj, nagy szebenbe repülj. Ilyen nincs. Ez menasság. Vagy októbernek elsőjén a legrégibb felcsíkim, az elébbi, ez éppen az alcsíki a legrégibb volt, ugye? 1500-as évek eleje. És felcsíkon ennek a párja, októbernek elején, ma mindjárt elhangzik. Az egy katonanótává is változott, de a lényeg az, hogy Csík-Karszfalva. Vagy a Csitári hegyek alatt mondjuk a felvidéket. Tehát csak vannak helyhez kötött népdalok, és ez még akkor is igaz, ha mostanában, ez megint táncházi hatás, úgy látom meg ilyen kultúra, szervezési, politikai dolog is, hogy Felcsíkot azonosítjuk Gyimessel.
és elcsángósítjuk az énekeket, főleg a kíséretét, mert úgy illik, úgy autentikus, hogy csak Gordon alá kicsérni, és nincs abban zenekar, és csak az a felcsík azonosul akár táncrendbe is csángó beütésekkel, nem? A csángó beütés az sokkal régibb, illetve nem is régibb, hanem mondjam így inkább újabb. Még csángók sehol nem voltak, főleg gimesiek, felcsiki zene, népdal, tánc volt. Hogy aztán szegény volt-e az a község, és csak mit tudom én, egy hegedűst, egy bőgőst tudott kiállítani, az más kérdés. Ugyanez van a harmonika beütéssel a háborúknál, vagy éppen a cimbalom, mert az cigány, ugye? Tehát itt is vannak különféle felfogások, mozgalmak, és ezért az én válogatásom azért nem szakmailag helytálló, hál' Istennek, mert ez miénk, közös, szubjektív, önkényes válogatás azokból, amiket ismerek és szeretek. De tudományosan is, ha kell, megállja a helyét. Aztán mindenki válogathat ízlése, vidéke, neveltetése, kedve szerint. Biztos, hogy egy csomót ismernek, a közönség is több mint felét reméljük, vagy háromnegyedét, de hát akadva egy, amit ne. Ha ismerik, akkor meg azért jó, mert ott van a puska, és milyen jó, hogy ott van. Hallhatnánk legalább egy olyan dalt, ami szerinted a szülőhelyedre és annak a környékére jellemző. Örömmel hegyezzük a fülünket. Nos, Kalaton esik az eső, jaj Istenem, nem lesz jó idő. Elcsárosodik a topánká, megver érte az édesarám. Volt szeretem, volt még három is, szőke, barna, de még csinos is. Mind a három szeretét talál, jaj Istenem, hogy éljek tovább. Erre gyere, erre nincsen sár, az ajtómból semmiféle zár. A lábamon fából a kilincs, a házamban még csak deszka sincs. Deszka volna, akkor szalma nincs, szalma volna, de lepedő nincs. Lepedő volna, akkor legény nincs, így hát nékem szép szeretőm sincs. Lepedő volna, akkor legény nincs, így hát nékem szép szeretőm sincs. Isten fizesse! Annak ellenére, hogy ez felcsiki nótacsokorként volt beharangozva, úgy látom, a közönség is majdnem mindegyiket ismerte. Én az elsőnek egy dallam változatát a szülőfalomba Gagyban tanultam, a másodikat Körispatakon, a harmadikat és az ötödiket a Hargitó Együttes műsorában, de a többit mind a szülőfalomból ismerem. Tehát, hogyha van is tájtagozódása a népzenének, azért a kultúrának van egy egységesítő hatása. Pontosan, és ezt már leírták nálunknál nagyobb zenetudósok, hogy ez az egész Kárpát-medencében csodálatosan működött, hiszen hanem a mi zenei kultúránk az nem volna ilyen egységes, és nem tudott volna fennmaradni. De hogyha azt nézzük, hogy ebben a több száz oldalas könyvben, amiben, mint elhangzott, több száz dal és nóta van, és Péter azt is említette, hogy a szerelmi dalok után következő legkedveltebb kategória, a katonadalok és a gyerekdalok például teljesen hiányoznak benne, akkor csak egy ilyen gyűjtés vagy lejegyzés nyomán fogalmat lehet abból alkotni, hogy egészen a 60-as évekig vagy a 70-es évekig felcseperődő fiatalok azok milyen hatalmas tudást sajátítottak el csak a kapujukon belül. Az előszóban olyan szépen emlékezel arra, ahogyan édesanyád és édesapád kedvenc dalait említed, ebben a számunkra kiosztott szóróanyagban is külön csoportba veszed, akkor lévén, hogy itt a zenészek már nótára, dalra készen vannak, hát szöveggel egyre kevesebbel kellene terhelnünk a közönséget is, azért ne hagyjuk ki ezt, hogy említenéd a te személyes élményeidet erről, hiszen a bevezetőből egyértelműen kiderült, hogy a szüleid hatása nélkül ezeket nem is tanultad volna meg talán, és főleg nem is egyezted volna le, és igen, nem is hoztad volna ide hozzánk Székelyudvarhelyre.
hát ha most már kihoztad belőlem a gyónást, akkor hadd valljak itt vajszint, ugye. Édesanyám és édesapám Isten eszközei voltak, hogy a teremtő terve megvalósuljon, azáltal is, hogy életet adtak. Azáltal is, hogy az ő génjeiken, családjukon, vérükön keresztül a tehetséget, a képességeket is, így a zenei hallást is megörökölhettem és megkaptam ő Istentől. Viszont mivel ugye a papi szolgálat elsősorban nem sztársáb, nem sztárság, nem celebség, nem valami énekes pályafutás, habár ott is szükség van az éneklésre, a szép igényes éneklésre, ezért úgy éreztem egy kicsit ezzel a kötettel, hogy egy tartozást törlesztek azok felé, akikhez küldettem. És pedig olyan tartozást, hogy nem ástam el azt a talentumot, amit Isten erre a célra adott, hogy én most népdalként vagy egyházi énekként éneklem, az a szolgálat számomra ugyanaz. És mivel az oltárnál elsősorban az Isten dicséretét, azt a fönséget és az egyházias liturgiai törvényeket figyelembe véve kell azt a fajta énekmódot használjam, ezért fontosnak tartom azt is, hogy mint az embernek a két lába, a kultusz és a kultúra, ugye a kultúra az emberségünk, ez a két lábon áll, ezért a templomon kívül is, akár a népdal éneklésen keresztül az embereket, a rám bízottakat, vagy az érdeklődőket a népdal szeretetére ösztönözzem, annál is inkább, mert ez az örökség engem kötelez. Édesanyám kantornő volt, tehát egyházi énekekben otthonos volt, a szép éneklésben otthonos volt, de édesapám is nagyon szépen énekelt. És éppen a 90-es évek elején, amikor egy csavargó busszal jövegettem hazafelé, akkor kezdték kihordani a csavargósok a székelyeket Pestre. Ott a Szent István társulatnál a Ferenciák terén vásároltam egy könyvet, és a buszon olvasgattam. Az a címe, hogy Csíki áhítat. Egy volt papbácsi, utána tanárbácsi lett, Székely László a szerzője, összegyűjtött a Csík környékén, Csíkban és környékén a betlehemes változatokat. És amikor szép víz került sorra, nézem a könyvbe, hogy Sevestyén Péter 1944, 18 éves. A következőn is, a betlehemes darabnak szinte a 90%-át ő énekelte adatközlőként. Levisszaszámoltam magamba, hogy hát az édesapám volt. Legény korában, már éppen a leventeség határán, ugye már az is volt. Tehát onnan is volt örökség, és úgy érzem, hogy éppen ezért ez az örökség kötelez, és ezért tartottam fontosnak, hogy az éneklést, az éneklés örömét, hiszen annyi öröm volt ezek mögött, az énekek mögött, amiket tanultam, akár rántáskavarás közben, vagy pityókakapáláskor, vagy vezettem a lovakat, vagy... Tehát a templomi énekeket szerves részként kiegészítette az a sokféle népdal, vagy világi zene, ének kultúra, amit én a szüleimen keresztül kaptam, és a hálámnak is a jele ez a kötet. Én úgy látom, hogy nem vagyunk azért nehéz helyzetben, hiszen még most ebben a vírus megfélemlítette időszakban is, hogyha egy ilyen dalos könyvet mutatunk be, és a hátunk mögött 7-8 igazi zenész van, akkor a mi dalkincsünk az egyáltalán nincsen veszélyben. Eszembe jutott közben Pávai István környékünkről származó zenetudós mesélte egy alkalmi beszélgetés során, hogy jó pár évvel ezelőtt Nagymedesíren egy nagyon idős bácsival beszélgetett, ő arra volt kíváncsi, ő már gyűjtött ott, és az egész vidéken is, mint bizonyára sokan tudják, hogy a korábbi időben egy másfél ember öltővel ezelőtt milyen összetételi zenekarok zenéltek. És amikor a jelenre került a sor, vagy a közelmúltra, akkor a bácsi úgy egyet legyintett, Pávai intette, hogy villanyzenészekről van szó, a bácsi intette, hogy nem. Tehát már csak egyet kapcsolnak. Tehát, hogy nem is áram
erősítéssel hangzanak el az újakkal lejátszott dallamok, hanem a beprogramáltságról van szó. Hát mi örülünk annak, hogy nem csak Sebestyén Péter dalkincse, hanem a mi közös dalkincsünk sem jut majd ilyen sorra, legalábbis a mi életünkben. Idéznék egy kis szomorkásra sikerült mondatot az előszóból. Sajnálatos tényként fogalmazza meg Sebestyén Péter, hogy idézem, elfelejtünk énekelni, nincs tér, fórum, közösségi találkozás, ahol rendszeresen összejönnének és énekelnénk. Hát én úgy gondolom, hogy ez a mai este, ez mindenképpen az ellenpéldája, és egy buzdító gondolatoddal fejezném be magam részéről ezt a beszélgetést, em így hangzik, népdalt egyedül is lehet énekelni. Fütyérészni, vezetés, séta, favágás vagy éppen mosogatás közben, de igazi erejét egy családi összejövetelen, egy közösségben, egy pohár bor melletti agapén érezhetjük meg. Én úgy gondolom, hogy ez eltéveszthetetlen gondolat, tehát erről mindenkinek a gondolata csak egyfele irányul, hogy mennyire fontos, hogy ne egyedül valahol egy csukott ajtó mögött hallgassunk zenét, vagy éppen csak énekeljünk, hiszen a kisgyerek is, amikor kezd énekelni, azért bátorításul az édesanyját, vagy valakinek hangját szereti a magáé mellett tudni. Hát akkor a következőkben szóljanak a Sebestyén Péter kedvenc dalai. Én visszavonulóban vagyok, viszont megkérlek arra, hogy a közönségnek majd konferáld be, hogy mit fogunk hallani, illetve kinek a kedvenc dalairól lesznek szó a családodat, illetően édesapád, édesanyád, illetve a magad dalait, kedvenc dalaidat se hagyjuk ki. Köszönöm szépen. Akkor mielőtt a közönséget megénekeltetjük, és megköszönöm Buzogány Árpádnak, és persze Márton testvérünknek a meghívást és a segítséget, ugyanakkor a zenész banda tagjainak is Istennek legyen hála, és önöknek is. Maradjunk így tovább, és akkor egy kicsit a zene hullámhosszára evezzünk át. S ide kék szivárvány koszorúzza az eget, elrabolták tőlem a szeretőmet. Elrabolták tőlem azt az egyetlen egyet is. Rabolják el a gyászos életemet is. Ereszt kocsis, azt a lovat hadd menjen. Én utánom, senkinek el se rejjen. Mert az, aki én utánom kesereg, kesereg. Jöjjön ide, és fogja meg a kezemet. Mert az, aki én utánam kesereg, kesereg. Jöjjön ide, s fogja meg a kezemet. Kedves édesanyám, kedves édesanyám, miért szültél a világra? Inkább dobtál volna, inkább dobtál volna a kanyargós Tiszába. Tisza vize vitt volna széles Dunába, hogy ne lettem volna, bár ne lettem volna senki megunt babája. S nincsen páros csillag, nincsen páros csillag, mind lehullott az este. Nincsen szép szeretőm, nincsen szép szeretőm, mert elhagyott örökre. Ha elhagyott, ő bánja meg, de én sohasem,
még a síromban is, még a föld alatt is, csak ő jár az eszembe. Ha elhagyom, ő bánja meg, de én sohasem, még a síromban is, még a föld alatt is, csak ő jár az eszemben. S kimentem a selyem rétre kaszálni, nem tudtam egy rendes rendet levágni, s nem bírtam én a sok sárga virágtól. Régi babám, búcsúzzunk el egymástól, házunk előtt folyik el egy nagy folyót. Abban úszik egy fekete koporsó, koporsóból kilátszik a szemfödő. Régi babám, de hiába szerettél, koporsóból kilátszik a szemfödő. Régi babám, de imádva szerettél. Tele van a telefon, tele van a zsalugáter virág. Tele van a szívem szomorúsággal, hazafelé leteszem a bánatot a szívemről. Most már nem is tagadom, falubeli kislány az én galambom. Nem akar, nem akar, nem akar a zsalugáter kinyílni. Nem akar a régi babám szeretni. Nyújtsd ki babám, ölelő szép fehér hattyú kezedet. Szívem mellé behírom, homlokodra csókolom a nevemet. Nyújtsd ki babám, ölelő szép fehér hattyú kezedet. Szívem mellé behírom, homlokodra csókolom a nevemet. Tyúhaj, de ezt a kislányt nem az anyja nevelte. Tyúhaj, de zöld erdőben avat galam költötte. De nem kell néki édesanyja, cifra sejem ruhája. Tyúhaj, de betakarja, szeretője csupája. Tyúhaj, de piros rózsa, ha leszakítanálok. Tyúhaj, de mit szólanál rózsám, ha elhagynálok. Mit mondanék, kedves rózsám, ha így hozta az idő? Tyúhaj, de te voltál az igaz szívű szerető. Mit szólanék, kedves rózsám, ha így hozta az idő? Tyúhaj, de ritka most az igaz szívű szerető. Isten tiszteletére.